Köszöntöm nézőinket! Vetített képes előadást tartott a Soproni Egyetem közgazdaságtudományi karán Horváth Eszter dokumentarista fotográfus. Köszöntelek itt a stúdiónkban. Köszönöm a meghívást! Minek köszönhetően tértél haza most? Egy fotómegbízás miatt jöttem haza, illetve a családomat meglátogatni. Ugye a jeges-tengeri expedícióról tartottál egy előadást a közgazdaságtudományi karon. Milyen élmény volt a Jeges-tengeren dolgozni? Ez volt a harmadik expedíció, amin részt vettem, és nagyon különleges, nagyon izgalmas és nagyon hideg ott dolgozni, de igazából tehát a legnagyobb élmény az, hogy olyan helyre jutottam el ezáltal, ahova nagyon kevesen jutnak el, és egy olyan területre, ami egy nagyon érzékeny és nagyon törékeny terület vagy környezet, és ami a legnagyobb változáson megy keresztül a Földünk történetében most. Ugye egy kutatócsapathoz csatlakoztál, ők mit kutattak, mivel foglalkoztak itt a Jeges-tengeren? Az utolsó két expedíció, amit csináltam, ez egy német társasághoz csatlakoztam, úgy hívják őket, hogy Alfred Wegener Institute, és ők repülőgépes jégvastagság méréseket végeznek, ami azt jelenti, hogy egy nagyon északi pont volt a kiinduló pontunk, amikor tavaly voltam, akkor Grönlandon volt, most pedig Kanadába, illetve Alaszkába, és onnan repültünk az északi sark irányába minden nap, ezek ilyen 6 órás repülések voltak, és ezt úgy kell elképzelni, hogy a repülővel 70 méteren repültünk a jég felett, és a repülőgép alatt lóg egy torpedónak kinéző mérőszerkezet, és ez méri a jégnek a vastagságát, és az Alfred Wegener Institute az egyetlen társaság a világon, aki ilyen típusú méréseket tud végezni. És hogyan kerültél kapcsolatba ezekkel az emberekkel, vagy ezzel a kutatócsapattal? 2015-ben végeztem egy dokumentarista munkát egy amerikai magazinnak, akkor az amerikai parti őrségnek a jégtörőjén voltam, és ugyanígy Alaszkából indultunk az északi sark irányába, és egy ilyen körtével tértünk vissza, és én ahogyan felszálltam a hajóra, és elkezdtem ezen dolgozni, én azonnal... Tudtam, hogy ez egy végleges szerelem lesz ezzel a környezettel, és tudtam, hogy én ebbe a témába szeretnék dolgozni, de már korábban is mindig nagyon érdekelt a Jeges-tenger, és hogy hogyan lehet oda eljutni, hogyan lehet ott dolgozni, és van egy emlékem gyerekkoromból, ami szerintem mindenki emlékszik arra, hogy a delta hogyan kezdődött. Volt benne egy olyan rész, ahol kutatók nagy hóesésben, mondjuk az az Antarktiszon volt, mennek, és ez mindig annyira elvarázsolt, és mindig arra gondoltam, hogy hú, hát ezt én is annyira szívesen csinálnám. És tehát ez a szerelem, ez így, meg ez a kapcsolat, ez így mindig bennem volt, de egy nagyon szerencsés, sikeres megbízás által el is jutottam 2015-ben először. És mik a nehézségei munkának? Ott biztosan nagyon hideg van. A nehézségei az pont, igen, a hideg, tehát két hete jöttem haza a Jeges-tengerről, és még most is jég, tehát elfogyott a kezem, és most is érzem az ujjaimon. -30 fok volt, és rendkívül erős széllel, tehát nagyon, nagyon emberpróbáló, és főleg azt, tehát, hogyha elég sokszor le kellett vennem a kesztyümet ahhoz, hogy valamit csinálják, változtassak a kamerán, és azonnal, tehát egy ilyen 10-15-20 másodperc múlva már szinte nem is lehet érezni, nem is éreztem a kezemet, de szerintem ez a széltől is volt, nem csak a hőmérséklettől. De dolgoztál te sokkal barátságosabb környezetben is, akkor tengeri teknősfajták megmentéséhez csatlakoztál. Ez a kutatás, ez milyen volt? Ezen igazából még a mai napig dolgozom, ezt 2014-ben kezdtem el, és Amerikába különböző csoportokat követek, hogy a veszélyeztetett tengeri teknősfajokat hogyan mentik meg. 7 tengeri teknősfaj létezik a világon, és abból 6 darab veszélyeztetett, és ebből a 6-ból pedig 3 kritikusan veszélyeztetett, ami azt jelenti, hogy a kihalás szélén állnak. És én főleg egy olyan teknősfajtára koncentrálok, amelyik a kihalás szélén áll, és a mexikói öbölben, illetve az Atlanti-óceánban él. És hozzájuk milyen módon tudtál csatlakozni? Tehát ott azért melegebb környezet van, meg barátságosabb környezet van, és ott folyamatosan, ott is kutatásokhoz csatlakozom, illetve olyan projektekhez, amelyek folyamatosan futnak és biológusok vezetik. most már nagyon jól kiismerem magamat tehát a folyamatok között, és most már annyira benne vagyok ebbe a témába, hogy ők szólnak, hogyha valami történik, akkor kapok egy telefonhívást, e-mailt, hogy megint történt valami, hogy jöjjek, és hogy szeretettel várnak. De te nagyon sok egyéb kutatásban is részt vettél, ha jól tudom, akkor a New York-i tűzoltóknak is dolgoztál. Igen, az egy 3 éves projekt volt, ez igazából az akkor kezdtem el, ahogyan kiköltöztem én New Yorkba, én kint tanultam dokumentarista fotográfiát, és ahogyan kiköltöztem rá 2 hétre, elkezdtem velük dolgozni, és az első évben nagyon intenzíven minden második, harmadik nap, szinte az egész napot velük töltöttem, és az ő munkájukat követtem végig, hogy hogyan élnek, de az én fókuszom sokkal inkább azon volt, hogy hogyan élnek a tűzoltóságon belül, mert azt mindenki látja, hogy hogyan oldják a tüzet, vagy hogyan dolgoznak, és tehát, hogy hogyan élnek az utcán, de senki nem látja azt, hogy hogyan élnek a tűzoltóságon, és én inkább erre koncentráltam. És akkor hogyan élnek a tűzoltóságon? Talán a legviccesebb 1 évet, vagy 3 évet éltem meg, rendkívül viccesek, rendkívül barátságosak, fantasztikusan főznek, ők főznek, és mindig ott ettem persze velük. Nagyon-nagyon befogadóak, akkor, ha már benn vagy. Amúgy van, de nagyon kedvesek, és mindenkivel nagyon kedvesek, de azért mégis van egy ilyen kis barikát, tehát az utca embere nem nagyon látja, hogy mi zajlik a hátterekben, vagy a háttérben, de mihelyt engem úgy elfogadtak, teljesen a csapatnak a része voltam, és amikor ott dolgoztam, mindig úgy voltam felöltözve, hogyan ők, és amikor kiküldetésre mentünk, valami történt a városba, és megérkeztünk, az utcaember mindig azt gondolt, hogy én is valahogyan hozzájuk tartozom. És milyen egyéb kutatásokban vettél részt, milyen csapatokhoz csatlakoztál még? A munkámban környezetvédelmi témákkal foglalkozom, és a teknősök mellett, illetve az északi sarknak a változásai mellett többek között foglalkozok veszélyeztetett madárfajokkal is, mint például a tarvarjunak a megmentésével is. Tarvarjú 300 évvel ezelőtt Közép-Európában kipusztult, és állatkertekben élte túl a létezését, és van egy osztrák társaság, aki most megpróbálja őket újra honosítani, és ennek az ő csapatoknak a munkáját követem. Én utána néztem az életrajzodnak, amikor megbeszéltük, hogy jössz be hozzánk. Én láttam, hogy te itt Sopronban végeztél a közgazdaságtudományi karon. Hogy is lettél te fotós? Mindig nagyon kreatív voltam, és nagyon örülök, hogy itt tanultam a közgázon, és egy legjobb 5 évemet töltöttem itt. Amikor végeztem, éreztem annak a hiányát, hogy valamit szeretnék mégiscsak olyan dologgal foglalkozni, ami jobban, tehát kreatív, és 2 évre rá, hogyan végeztem, megkaptam az első fényképezőgépemet, és abban a pillanatban tudtam, hogy ez, amivel szeretnék foglalkozni. Részt vettem akkor egy fotópályázaton, és a fotópályázaton külön díjas lettem, és ez egy olyan üzenetnek éreztem az életemben, hogy úgy éreztem, hogy igen, ez az, amivel szeretnék foglalkozni. És ha jól láttam, ugye szintén az életrajzodban, nagyon sok kiállításod volt, és több könyved is megjelent. Ezeknek így alapvetően mi a témája? A könyvek, az első könyvem, ami megjelent, az Életszeretettel, az Indiáról szól, és ez igazából egy ilyen kis idézetgyűjtemény, amiben indiai életképek vannak, és indiai idézetekkel. Emellett jelent meg könyvem a tűzoltóságról, azzal kapcsolatban a 2 is. És ők tűzoltók életével foglalkoztok abban a könyvben? Igen, tehát pontosan annak a társaságnak az életével, akiket nyomon követtem. És ugye te New Yorkban tanultál, ott is élsz, miért pont New York? Azért mentem New Yorkba, mert ott van a világ egyik legjobb dokumentarista iskolája, és most már 7 évvel ezelőtt voltam, igen, először New Yorkban, és akkor ismerkedtem meg igazán ezzel az iskolával, és egy 2 éves folyamat volt, ami a fejembe játszódott le, hogy végig gondoltam, hogy igen, szeretnék kimenni, de hát elég sok mindent fel kellett ahhoz adnom, illetve ez egy ilyen életre szóló befektetés volt az, hogy én kimentem, és eredetileg úgy volt, hogy csak az iskolába megyek és elvégzem és visszajövök, de kimaradtam. A te munkád nagyon érdekesnek tűnik, még nekünk is, akik ugye televízióban dolgoznak. Hogyan kell elképzelni egy munkanapodat? Ez nagyon változó, minden egyes napom teljesen más, és ugye nem fotózok minden nap, és a fotózások között rendkívül sok munka zajlik azzal, hogy például a következő projektekre felkészüljek, hogy újságokkal kapcsolatot tartsak, hogy publikáljak, hogy tanuljak a témáról. Például a jeges-tengeri projektekhez olyan dolgokkal is fel kell készülnöm, hogy nagyon komoly orvosi vizsgálatokon kellett végigmennem. El kellett végeznem egy tengeri túlélő képzést, amit az amerikai parti őrségnek az egyik képzése. Tehát rengeteg felkészüléssel jár, akkor el kellett mennem külön ruhapróbákra, mert egy speciális ruhákat viseltünk ott. Tehát projektek között, illetve kiküldetés vagy expedíciók között rendkívül sok időm megy el egyéb dolgokkal. És akkor persze ott van az is, hogy retusálnom kell, ami mondjuk nagyon-nagyon minimális, inkább úgy mondanám, hogy válogatni kell a képeket, összeállítani a történetet, írni róla, interjúkat készítek. És mondjuk én példának a teknősös expedíciódat hozom, mert nekem az valami fenomenálisan nagyon tetszett, hogy ott például egy fotózós munkanapot hogy néz ki? Ott úgy néz ki, hogy mindig nagyon korán kelek, hogy időben ott legyek a helyszínen, és mindig előbb ott legyek, mint mondjuk bárki más. És például, hogyha említeném azt, a Texas területén az összes teknős tojást, ami ott kell neki amúgy, azokat összeszedik. Ez körülbelül évente olyan 17 000 tojást gyűjtenek össze, és inkubálnak, és amikor az inkubátor házba kikelnek a kis teknősök, akkor visszaengedik őket a tengerbe, úgyhogy közben hálókat raknak köréje, és védik őket, tehát hogy madarak vagy kutyák el ne vigyék őket. És például egy ilyen nap az néha alvás nélkül zajlik, mert folyamatosan ahhoz kell igazodnom, ami történik, és például amikor ezt a történetet követtem, hogy a tojásgyűjtés, az inkubátorház és a keltetés, ez, ha szerencsém volt, akkor mondjuk tudtam aludni úgy déltől 2-ig, mert utána már mentem újra vissza az inkubátorházba, mert tudom, hogy délután már mozgás van a teknősöknél, vártuk azt, hogy akkor felkészülünk arra, hogy megint, tehát hogy következő kis csapat kikel, és akkor vissza a tengerbe, illetve egész éjjel ez zajlik, tehát egész éjjel ez történik, hogy a kis teknősöket engedik vissza a tengerbe, és nagyon sokszor alvás nélkül zajlanak az ilyen napjaim. A tűzoltóságnál ugyanez volt, mert ott is soha nem lehetett tudni, hogy mikor mi történik, és akkor tudtam igazából aludni, amikor lehetőség volt rá, és nem akkor, amikor mondjuk a biológiai órám ezt mondta volna. Akkor a te életed nagyon mozgalmas, ezt így elmondhatjuk. Mik a pozitívumai a munkádnak, illetve a negatívumok? A pozitívumai az, hogy rendkívül sok érdekes emberrel találkozok, és biológusokkal, kutatókkal, tudósokkal, és nagyon sokat tanulok tőlük. És rendkívül szeretek velük beszélgetni a munkájukról, hogy mit dolgoznak, illetve látni a pozitív hatását az ő munkájuknak, és erről tudósítani. Illetve az, hogy olyan helyekre jutok el nagyon sokszor, ahol mondjuk mások nehezen, de ez abból is fakad, hogy egy fotográfus mindig könnyebben jut el ilyen helyekre, hogyha tudósít. Tehát ez az a pozitívuma, a negatívuma, az, hogy talán az, hogy kevesebb idő marad a privát életemre, de ezt se tekinteném annyira negatívumnak, mert annyira szeretem, amit csinálok, hogy ezt nem érzem nehézségnek, tehát ez sem. Én nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél hozzánk, és meséltél a mesés életedről. Köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézőink, ennyi volt már a Mozaik, én megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!